Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter fogadták a politikai és egyházi tisztségviselők tornyospálcán. Itt több mint 20 éve épült meg az Áldás református diakóniai központ, amelyen a közelmúltban energetikai korszerűsítést hajtottak végre. Ennek a helyén egy 120 éves régi iskolánk állt, amit visszakapott a gyülekezetünk a kárpótlás során, és 2003 tavaszán döntöttünk úgy, hogy szeretnénk egy modernebb épületet, egy olyan házat építeni, ami a mai kornak megfelelő, és ugye így szépen kialakult egy ilyen közösségi tér, közösségi házunk. Alul ugye egy gyülekezeti terem van, itt hátul konyhák működnek, egy nagy konyhánk működik, fölül pedig irodáink vannak. Valóban a kezdetekkor mi magunk is nagyon féltünk attól, hogy nem fogjuk tudni ugye fenntartani az épületet, de már elmondhatjuk, hogy hát mivel több mint 220 munkatársunk van az Áldás Központnak, ezért ugye szinte minden négyzetcentiméterre ki van használva az épületnek. Az elmúlt években semmilyen felújítás nem történt az épületen, magas volt a gáz és a villanyszámla. Így időszerű volt az energetikai korszerűsítés. Az ehhez szükséges 50 millió forintos anyagi forrást Európai Uniós pályázat biztosította. Ennek köszönhetően új kazánt helyeztek üzembe, 20 cm-es szigeteléssel borították a falakat, megújultak a nyílászárók és napelemek kerültek fel az épületre. Sezták Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint a jelenkor kihívásai miatt különösen fontos a történelmi egyházak nyújtotta lelki támasz, valamint a gyülekezetek közösségteremtő ereje. Átgondoljuk, hogy milyen események történtek mondjuk 18 és 24 között, hát nem volt könnyű. Volt egy kis pandémiánk, van háborunk, ezzel kapcsolatosan, ezzel összefüggésben minden elszabadult, árak és minden egyebek, infláció, de jelentem, hogy megcsináltuk. A hálaadó istentisztelet után Navracsics Tibor arról beszélt, Európa látszólagos egységét valójában annak sokfélesége teremti meg, és Magyarország az Európai Uniós források egyik leghatékonyabb felhasználója. Nemes célokra és jó célokra használjuk az Európai Uniós forrásokat. Olyan célokra, amelyek nem csak a helyi közösségeket erősítik, nem csak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében jelentenek az itt élők számára segítséget, hanem éppen azáltal, hogy nekik segítséget jelentenek, az egész Európai Uniót is erősítik. Amennyire erősek a mi közösségeink, annyira lesz erős az Európai Unió is. Éppen ezért ezek a beruházások, ezek nem a mi magánügyeink, hanem európai közügyek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unió reményeink szerint rövidesen már ismét a sokféleséget tisztelve, a sokféleséget alapul véve működő közösségé válik, és akkor a mi hozzájárulásunk is nem csak számunkra, hanem minden európai polgár számára világossá válik. A tiszántúli református egyházkerületben összesen 7 településen 8 egyházi intézmény energetikai korszerűsítése valósult meg, összesen több mint 610 millió forintból. Tornyospálca mellett például Ramocsaházán, Nyírbogdányban és Dobrádon újultak meg intézmények.